Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja. az MD Media Night Rider podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Hello Pajti, a Parallaxis Retroversum Night Rider podcastjének ötödik része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Ezúttal a Törvényt Minden Áron című részt vitatjuk meg, amelyben Devon megbízza Michaelt, hogy védjék meg megi Flynn szenátor asszonyt, akinek már megpróbáltak rátörni az életére is. A beszélgetés során partnereim lesznek a műsor állandó szakértői, Danko Dániel Tibor, szia Dani! Sziasztok! és Gizur Gergő, szia Gergő! Szia, szia mindenkinek! Elérkeztünk ugye az ötödik részünkhöz, ez az első vagy hatodik része ugye a Knight Rider szerint, és ez a törvény mindenáron Just My Bill eredeti címen 1982. október 29-én, tehát az előző, előző részre egy hétre vetítették az USA-ban. Nálunk 1992. március 14-ig kellett, 14 kellett várni erre a részre, és itt is jó megkavarta a TV2, ahogy ugye bemondták, mert hogy ez a rész is előbb ment Magyar Magyarországon le, mint az ezt megelőző rész. Na mindegy. Kicsit akkor a szereplőkről és a szinkrohangokról beszélgessünk. Ugye Megiflin, Flynn, akit említettél, a szenátor asszony, Géci Dorottya szinkronizálja, és a színésznőt pedig úgy hívják, hogy Carol Cook, aki 1924-ben született, és 2023. januárjában halt meg. Tehát ez egy iszonyatosan kőkemény, 98 évet élt. Zömmel sorozatszerepeket kapott, illetve kedvelt színésznő volt Amerikában, legalábbis a színpadon és a komikusok között, és azt, hogy megjegyezném, hogy étsz alapítványokat aktívan támogatott végig egész élete során. Én magában nekem szimpatikus volt ez a karakter, amit játszott. Tehát úgy maga, hogy az elején egyből odament a munkásokhoz, tehát úgy igazából, mint hogy a magát adta volna egy kicsit. Na mindegy, van nekünk még egy Dixonunk, akit, hát én nem tudom, hogy ő ki volt tulajdonképpen, akit ugye a végén elkaptak majd, tehát hogy ő, ő, mi volt, mert ő nem szenátor volt, ő, ki volt tulajdonképpen, egy képviselő? Mert hogy jó, legyen ő egy képviselő, minden majd beszélünk róla, őt Matus György szinkronizálta, és az őt alakító színész, tudják, Robert Samson, aki 1933-ban született, és 2020-ban halt meg. Tehát itt is egy elég hosszú, relatíve hosszú életről beszélünk. Róla ugye nekünk megint csak a klasszikus, hogy nem sokat tudunk, de szerepelt a Magnumban, meg a Szupercsapatban is, illetve az 1967-es Star Trekben egy részben ő alakította a Star Six nevű karaktert, ami nektek talán mond valamit. Én szégyen szemre nem tudom, hogy ez mit jelent. De Ádám majd elmondja, ha tudja. Én, nem, én sem tudom, de láttam, hogy. Utána van egy Forbes szenátorunk, akit Benkő Péter szinkronizál, és az ő alakító színész Bruce Gray, és ő 1936-ban született, és 2017-ben hunyt el, megint egy szép hosszú élet. És őt főleg Amerikában a Bazinagy görög Lagzi című filmből ismerik. Illetve még szerepelt rengeteg sorozatban, például az Így jártam anyátokkalban, a Csillagkapuban egy részt Fisher szenátort, is szenátort alakított, a Star Trek Enterprise 2004-es sorozatában surak szerepét alakította, illetve a Fiúk a klubbólban öt részt is játszott. Továbbá Amerikában ment egy Traders című sorozat, mi nem tudok semmit, de abban az 83 részben szerepelt illetve játszott a Star Trek az új nemzedékben, és a, Strat a Star Trek Deep Space Nine-ban is, illetve még a dallas és még meg annyi sorozatban. Úgyhogy most azért az előző részel ellentétben itt azért egy kicsit, hát hogy mondjam, nem azt mondom, hogy minőségibb, de jobban ismertebb színészgárdával találkozunk, még ha nem is számunkra, de talán Nem volt nehéz megugrani de ezt a részt, az előző ez ez tény, 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 de azért ismerjük el legalább. És akkor még van nekünk egy Jane adams aki a titkárnő, őt Simon Mari szinkronizált, és az őt alakító színész Nancy Lee Gran, aki, hát azt kell mondjam, egy Emmy díjas, egy daytime Emmy díjas, színésznő, őt igazából szappanoperákból ismerheti az amerikai közönség, mert például a Santa Barbara című sorozatban 1175 részt tolt le, illetve a General Hospital című szintén amerikai sorozatban 1939 részt tolt le, és az 1996-tól egészen napjainkig, még a mai napig megy az a sorozat, vagy szappanopera, és többek között a General Hospitalért kapott is Daytime Emmy díjat. Nem csak jelölték, de meg is nyerte azt. Jaj, nagyon ügyes volt, gratulálunk neki. Hát, nekik. hát, <laughs> <laughs> hát azért mondom, itt legalább azért, tehát ezért 1939 rész, meg 1075 rész leúzni egy-egy sorozatban, az már azért na... Illetve még hallhattuk mi magyarok Csonka András, Széles László, Nyírő Beát és Józsa Imrét is egyébként szinkronizálni. De az ő. Itt nagyon sok kis, kis karakter volt, ezért már nem akartam kikérni, kitérni mindenkire. Szerintem egyébként egy roppant szórakoztató, lájtos klímit kaptunk, viszonylag kevés logikai bukfencel, ami amúgy meglepő, és ami a cselekményt illeti. És látványos jelenetek, kevésbé voltak öncélúak ezúttal, mint eddig, főleg az előző részben pedig voltak azért dögivel, és tényleg izgalmasak voltak, valódi kaszkadőrös látványos jelenetek. Uh -huh. Szerintem egy remek rendezés, kaptunk kedves párbeszédeket, és jó volt így menni ezzel a résszel. Egyébként ahhoz mértem, hogy az előző része a munkra nem volt annyira szimpatikus. Amerikában amikor ez az adott rész kijött, körülbelül 12 milliós nézettséget sikerült elérnie, ami az összes Night Rider epizód tekintetében ez volt a legalacsonyabb szám. Tehát igazából kint ez, amikor bejött, nem ment egy olyan nagyot, mint azt várták. Mert nem volt annyira bugyuta. De mitől, mitől volt, a, mitől bugyuta mondjuk a többi, ha megnézed, hogy egy olyan szenátorasszonyról szól az egész, egy olyan szenátorasszonyt védünk meg, aki, aki a néppárt, tényleg egy rendkívül szerethető karakter, hiszen tényleg a politikusokkal ellentétben egy abszolút népközeli ember, tényleg, ahogy a Dan is mondta, hogy de, hogy, de közben, meg, közben meg egy bohókás asszony. <laughs> az elején látjuk, hogy ellenőriz egy építkezést, ahol ott a munkás ember azt mondja neki, hogy ezekkel a valamikkel gond van. Hegesztések nem megfelelőek. Igen, mire azt mondja a nő, hogy én úgy látom minden rendben. Mi ő nem érthet hozzá? Nem tudom, az olyan fura volt ez a jelenet nekem, tehát hogy... Ezzel nyilván azt akarták velünk elhitetni, hogy ő nagyon mindenhez ér. Hát egy inkább a szinkronnak a félre csúszása, mert mondjuk magában az angol verzióban ez egy kicsit inkább olyan verzió volt, hogy a munkás az lejelentette azt, hogy ők mit találtak, a másik pedig nyugtázta annak a munkáját, tehát nem magát azt ezt, amit mondott, hanem azt, hogy jól van, gyerekek, megtaláltátok a hegesztési hibákat. Csak ez valahogy úgy elsiklott így a magyar verzióban. De ha belegondoltok, teljesen mindegy, hogy, mi, hogy most az van, amit mi hallottunk a magyar verzióban, vagy az akkor is kicsit túlzás ez egy szenátorasszonytól. Igen. Egyébként én nem vagyok benne biztos, biztos szenátor volt, nem kongresszusi képviselő, nem, nem annyira nem. Szena nem. Szenátor asszony, volt, Egész pontosan asszony és tagja a jogért és igazságért alapítvány ügyintéző bizottságának, és ugye innen van, de vonnan a nexus. Na, minden esetre, hogy beszéltük, ugye meg a áll, és az egész történet arról szól, hogy ő ellenez egy bizonyos törvényjavaslatot, ami sem a környezetnek, sem pedig a dolgozónak nem lenne jó, viszont ugye a szenátosban kőkeménye lobbiznak érte, mert hát bizonyos befektetőknek valami, azt hiszem, hogy egy erőművel kapcsolatos befektetés, tehát sok, sok, sok pénz forog itt kockán, hogy ez el legyen fogadva, és gyakorlatilag... Igen, de itt megértjük, Legalább az indítékot, nem úgy, mint a személy gyilkos autó, személy, parádé, személy. szédült személy! Ahol, ahol 5 millió dollár nyereséget vártak egy ilyen pusztulat helyszínnek a nem tudom eladásából, vagy valamiből. Tehát itt, itt, azért, itt azért nem volt annyira szájbarágos. Szerintem azért nem ment, lehet, hogy történt valami akkor 1982. október 20. akárhanyadikán az Egyesült Államokban, amitől 9. bezuhant a nézettség, vagy lehet, hogy Jay Lenoval ment egy időbe, és neki jobb vendégei voltak, nyilván nem, mert amúgy nem egy időben mentek, de viccelek, szóval csak azt akarom ezzel mondani, hogy nem tudhatjuk nyilván, hogy mi volt hatással rá, de én azt gondolom, hogy ez pozitív irányba lóg ki a Night Rider-nek a a hát, úgy, Olyan szempontból közül. igazad van, hogy tényleg meg volt rögtön a tiszta indíték, és hát nem is sokat tököltek, mert ugye azon a bizonyos építkezésen Devon ugye figyelmeztette őt, hogy meg kéne őt védeni, és erre nem sokkal kapásba egy raklap kvarcomokkal meg is akarták ölni, amit ugye Devon hősies közbelépése megakadályozta. Majdnem, Devon is megsérült. Bizonyám, az angol úri ember, az angol úr, basszus. És az, az, itt azért megjeli gyorsan belátja, hogy hát lehet, hogy tényleg para van. De azért a, azzal egyetértek, amit a Dani mondott, azt hiszem te mondtad, hogy, hogy ilyen nagyon-nagyon az a, a, meg érteti magát a, a, a ott a, a munkás emberekkel, akik így hát elveszi, neki. A te és semmit, elveszi a szendóját, ne hülyeségedjét. Elveszi, ki, kikapja a kezéből a szendót, amit eszik. Szóval, hogy egy ilyen nagyon laza, én azt gondolom, hogy ez az arhetipus, ez előszokott fordulni az ilyen sorozatokban általában pont egy szenátor, vagy egy, egy polgármester, vagy egy, vagy egy képviselő, szóval hogy azért ez nem, nem újdonság volt ez a karakter, egy nagyon szerethető karakter, és abban egyetértek veletek, hogy ez a hölgy ez elég jól hozta ezt a ezt a, ezt a formát, de kicsit olyan volt, mintha az öreg lányokból, a Golden Girls-ből bukkant volna föl ez a szereplő, és egy kicsit túl harsány volt számomra, főleg a mindenkihez képest, ugye a Devon, aki egy ilyen, tényleg egy kimért angol úr, azért a Michael sem idétlenkedte túl ezt a részt, szóval ez egy kicsit érdekes összképet festett nekem, de tudtam vele menni. Egyébként maga az ügy, amiért kiállt a szenátor, az ugye elsőlegesen az, hogy meggátolják, hogy megépüljön az az erőmű, ami egyébként pedig környezetszennyező. És a környezetszennyezésből fakadó hatás az volt, ami miatt ő felszólalt igazából. Hát meg az, hogy ugye állítólag ugye egy, egy, egy tiszta területet venne el a néptől, és, ö, a, és, akkor majd az, ami ott felépül, majd azért a nép fizetett, hogy megkapja azt az Fú, de olyan ismerős vagy... ez nekem. Ez, 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 1982 Amerika és 2024 Magyarország. Hello, a kudjára! Ádám, Ádám nem tűnt fel egyébként, hogy egy csomószor, akár amikor a szomszédokról is beszélünk, hogy egy ilyen vissza, tehát hogy csomószor volt ez, hogy mintha. De a szomszédokban ez teljesen evidencia, hiszen a szomszédok, ez egy az egy, az egy magyar korlenyomat, és itt Magyarországon 30 éve ugyanabban a szarban ülünk. És ez nem szomorú? De nagyon szomorú, viszont azért azt is el kell, hogy mondjam, hogy szerintem, hogyha egy szenátorasszonyt ilyen komoly fenyegetésér, és a testi épsége van Amerikában neki, hogy mondják, fenyegetve, akkor szerintem nem a Michael Knight lesz az, aki megvédi meg a devon a maga 150 évével, hanem mondjuk az amerikai szolgálat, a Secret Service, vagy valamelyik olyan jó, állami de ez, ez lehet, hatóság. És ez az ügy annyira mélyre nyúlik? De nem nyúlik annyira mélyre. Van egy, van egy ellenlábas a, a szenátusban, aki nem szeretné, ha, ha leszavaznák Na ezt jó, de a... nélküle, nélküle gyakorlatilag, ahogy mondták, az ellenzék is szétesik, tehát ha ő nincs, akkor megszavazzák, és átmegy ez a törvényjavaslat gond nélkül. Tehát ő az egyetlen akadály ennek az egész törvényjavaslat elfogadásnak. Az összes többi vagy mellette van, vagy tökéletlen. Nem pontosan értem, hogy miért, mert valójában az lenne, hogy bemegy és akkor, tehát hogy miért aki vele szavazna, az utána nem fog, tehát hogy az lesz, az ha nincs ott, akkor nem fog szavazni? Ezt én sem értem, de itt ugye a felszólalás is volt a lényeg, hogy fel kellett volna szólalni, és hogy csak ő az egyetlen, akinek van szája. Pontosan ez az érdekesebben, amit mondta, hogy mindenki tökéletlen körülötte, és ő egy nő, aki 82-ben kiáll a környezetvédelem mellett, felszólal a nép érdekében, és képviselteti magát úgy a szenátusban, hogy átvigye az akaratát. Azért mégiscsak 82 amerikája. Meg úgy nálunk is ezért más volt még a nőknek a szerepe, illetve magának ennek a témának is a szerepe. Tehát lehetséges, hogy ez egy kicsit így ilyen szándékoltan kihangsúlyozott szerep. De nekem ezzel nem hát volt hát Én, én volt. nekem problémám volt. Én szerintem neki az lett volna a valódi feladata, hogy beteljesíti a női principiumot, és visszamegy a konyhába főzni. Hát én számomra ez elfogadhatatlan. És most énekeljünk el egy Ákos dalt. Kit esetében volt az, hogy ődnála nála is mondták, hogy igazából megtanulhatna főzni, de hát ezt nála nincsen beprogramozva, mert előjön a főzés. És ez egy elég nagy hiba. Ránézett a Michael, és az egy hiba ha már kitről esik szó, Boni finom hangolás végzett kit, kit lézervezetéken, és nekem most csalódás, hogy, hogy itt most már mindig az volt, hogy amikor Boni valami feature-t, vagy felpimpelte kitett, akkor ez mindig abban a részben ugye szerepet kap. Mert ez nem felpimpelés volt. Hát, ez, az, szerintem azért volt ez a jelenet, ezen én is gondolkodtam, mert, mert azt kérdezi tőle, mikor, mikor beül vissza a kocsiban ott Kamionban és megszereli ezt a lézer, nem tudom micsoda, de hát az optikai hálózatát vagy nem tudom micsodát, akkor azt mondja, hogy na most milyen érzés. Uh -huh. És valahogy nekem az érzések ebben a részben, ebben egy kicsit, ha nem is annyira hangsúlyosan, de, de jól előjöttek. Megnéztem egyébként az írókat, meg a rendezőket is, hogy milyen más alkotásokat produkáltak. És hát szomorúan láttam, hogy ezt a részt ketten írták. Az egyik író egyébként a b ban nem tudom, 1300 részt, jó, nem annyit, de mondjuk 130 részt megírt. Nem nagyon, hogy mondják ezt, tehát nem, nem olyan alkotókról van szó, akik ontják magukból ezeket a történeteket. A, a rendező sem olyan rendező, aki ontja magából a történeteket, viszont rendez majd még Night Rider-t, és szerintem, szerintem most ez egy jó választás volt, tehát hogy a, a kis Tingli Tangli Night Riderben pont annyit raktak bele, amennyi kell, és ez nagyon jól működött, és szerintem az érzések visszatérve erre, szóval, hogy, hogy azért voltak kedves párbeszédek, a, a nem volt ez most idétlenségig túltolva állandóan, tehát, hogy ugye nem akarok ilyen előre ugrani vagy csapongani, de ugye megint kapunk egy olyan jelenetet, ahol a kit megszivat, vagy, vagy hát nem is ha megszivat valakit, de hogy ugye egy ilyen biztonsági őrrel, aki... De ez mindig van. Igen, de, ugye ez, ez, mindig van ilyesmi, és általában mindig harsány, általában mindig ö, nagyon kilóg, nem tudom, jön egy hajléktalan, akinek vesz ki pénzt az ATM-ből, meg, meg kutyákkal beszélget, meg ilyen teljesen abszurditások vannak általában ezekben a kis kittes viszont ebben az esetben azt gondoltam, vagy úgy éreztem, hogy ez ilyen nagyon a helyén van, szolid pont annyi, amennyinek kell lennie, hogy így mindig, amikor el akarja szállítani, csak a hallgató kedvére, el akarja szállítatni a biztonsági az autót, mert tilosba parkol a parkolóházban, és akkor a kit az mindig addig el, amíg telefonál a csávó, az addig elmegy onnan. Most azért mondtad ezt az érzéseket itt, ugye, hogy milyen érzés, ugye, akitnek ez, Szerintem ez arra volt felvezetve, hogy a Boniról kiderül, hogy apukája azt szerette volna, hogy ő orvos legyen és ugye itt pont erre vezeti fel a párbeszédet, hogy ezekkel a, ezekért a kezekért kár, mert így mondja is a Michael, hogy az, orvo, az orvostudomány veszített, mi viszont nyertünk. Csak akkor értenék -e veled egyet, ha, ha lenne jelentősége Bonnie háttértörténete szempontjából. Nem, nem de ez csak bon... annyi, hogy megismer. De, de szerintem nem, mert valójában nem, szerintem a sorozat egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy akár Devont, akár Bonit, akár vagy később épp, megismerjük, csak kitelés. Ebben tévedsz, mert a fanzónok rágyúrnak el. De tehát, a, a 19 1982 ez ezt a részt nem csak az, az és éstenem, NBC szórakoztató műsor részlegén, szerintem senkit nem érdekelt a fanzón. Szóval... Miért, nem engeded meg? Miért nem engeded meg azt, hogy a Boni is fontos része én nem, Mert nem, nem én nem engedem meg, a sorozat nem engedi meg. Hát ezt majd vigyük, majd, majd meglátjuk. Elég fontos szerepe van, hiszen Michaelnek ő a be nem teljesült vágya, mondhatjuk ezt is, hiszen próbálkozik, próbálkozik, de mindig csak visszautasítást kap. Hát igazából egyfajta ellenpólus, amit ő nem tud. Szerintem érni. szegény Boninak túl nagy jelentőséget tulajdonítotok. Én ezért nem szégyellem magam. Kelet egy szép nő, aki szerelő, ez, ez főleg 1982-ben. Hát még ma is, hát mai napig nincsenek Forma 1-es pilóták például. Szerelők is alig vannak nők a Forma Jó, de tényleg egyben. ott van az a lényeg, amit, amit, beszéltünk, hogy, hogy ott van Michael, aki minden nőt megkap, vagy megkaphat, és tényleg itt van egy, aki gyakorlatilag elérhető karny, karnyújtásnyira van, de ő nála esélye nincs, és tényleg tőle tart is a Michael ilyen szempontból. Tehát ezt már beszéltük. Én, én, én szerintem a Bonnie egy fontos karakter, és nem csak azért megkittett. Szerintem ezért, én nem azt mondom, hogy nem fontos, csak azt mondom, hogy neki nincsen háttértörténete. Nem tudunk KB róla semmit, később se fogunk megtudni semmit róla, hogy Éprőlről ne, nem vagy arról az az, az, az ról se, aki nem tudom a negyedik évadba érkezik, a néges rác. Itt igazából háttértörténete, karakterfejlődése, igazán ö, ö, belső motivációi az csak a Kitnek és a Michaelnek van. Ez nem igaz. Ez nem igaz, csak te majd nem leszel benne abban a részben, amikor majd a Bonnie igenis nagyon sokat fogunk megtudni róla és és nagyon érdekes oldalát fog megismerni, de nem fogom lelőni azt a részt. De ezt, ezt, majd megpróbálom meg nem, nem elfelejteni, hogy majd akkor átszáfoljak, hogy na! De azért, mert, mert, tudsz mondani majd egy, egy részt, amiben kap egy kis háttértörténet, hát szerintem ez nem ugyanaz. Nem, nem mint, azért megy egy részt, de most kapásból, de most kapásból tudok. Jó, mondani mindegy, egy ez, és... ez, ez, ez mert nyilván nem tudhatjuk, de én akkor is tartom azt, hogy... Kettő hogy... egy arányban Danival valami legyőztünk. Szerintem, minden szerintem Egyébként inkább, inkább, a, a kitre ez persze. a jelenet. Meg a Málkőre, aki például meg teheti azt, hogy a parkolóházban, amikor behajt, akkor ki van ki prájt, és ezért ő balra megy. Tehát. <laughs> Boninál maradva, és egyébként részemről ezzel lezárva ezt a részt, hogy itt elhangzik egy olyan dolog, hogy az apja ugye orvosnak szánta, és azért, hogy ne menjen orvoshoz, a karját vágta föl, hogy a vértől undorodjon. Tehát, hogy ez bebizonyítsa az apjának. Azért ez már egy eleve egy ilyen Eléggé erős nyitányom a ja, történetének. És, és hogy elhivatottság is, hogy ő már pedig... Uh -huh. Kedves hallgatóink, Ádám, lefagyott? Fagytam le, csak nem értek veletek egyet, de elfogadom, hogy ti más műsort néztetek, mint én. Jó, akkor most a következő mozgalmat hirdetjük a Danival, igazságot Bodinak. <laughs> Igen. De nekem nincs meg, mert nekem semmi bajom nincsen Bonival, én szeretem a karakterét, sőt, én egyébként jobban szeretem, mint April karakterét, aki ugyan valahol, ha tudásban nem is van, lesz ennyire fölhozva, mint ahogy Boni, viszont ő mégiscsak a szőke cicababa karakterét hozza Bonival ellentétben számomra, de mindegy, ne szaladjunk ennyire előre, szerintem szóval megbeszélitek, amikor majd itt lesz April. Aki nem April Onil, a ti nincs a technőcökből, csak April április, áprilisban születtem. Ó, jaj, jaj, vannak itt gondok, kérem szépen. Na mindegy, hát azért venjük azért egy kicsit a, 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 része, és ha már azt mondtátok, hogy jól lehetett vele menni, tehát ugye meg itt nagyon meg akarják ölni a parkolóházban, is el akarják jutni, de kit megmenti, aztán Michaelék ugye utána erednek a, a, a annak a bizonyos autónak, tök is kis üldöző jelenet volt úgy. Aztán egyetlen egy bajom, hogy a klasszikus klisével ezzel a kamion elállja az utat című vetettek es neki véget, de amúgy nagyon jó volt az üldözős rész. És lementek abba az ilyen, nem tudom ezeket, hogy hívják ilyen aluljárókba, és nekem rögtön a csupasz pisztoly egyik jelenete jutott eszembe, amikor a tanulóvezető mögé beül a drebi hadnagy, és akkor követik ott a, a tettest és behajtanak egy ilyen, nem tudom, ezt tudom, aluljáró, alatt járóba, és akkor közben jön velük szembe a kamion, ugye kifarolnak, és akkor kérem, nyújtsa fel a bal kezét, a középső ujját, és akkor ez a bemutatós jelenet. Nekem rögtön ez jutott eszembe. De az a viccékét, hogy meg itt nem igazán ö, hatja meg ezt, hogy ott meg akarják ölni, kicsit megijed, meg mit tudom én, de ugyanúgy. A, a napi rutinját akarja csinálni, tehát most ugye TV stúdióba igyekszik, ahol ugye el szeretném majd kifejteni, hogy ez a törvénylavas, a törvénylavaslat rossz, értem? És akkor ugye Michael pedig ugye Devont meg akarja győzni arról, hogy hát valahogy takaríts már el a, az útból kicsit, mert nem tudok így nyomozni, hogy folyton rá kell vigyáznom. És hát ugye jön az a jön bizonyos Devont trükk. Igen, ez a Devont trükknél a... Maga az a párbeszéd tetszett, amikor Devon mondja Mike-nak, hogy ne aggódj, megoldom neked személyesen. De uh -huh. hát igazából úgy a háttérből előre vonul Devon, hogy miért, azt nem tudni, de úgy nem tudom, részemről érződik egyfajta vonzalom uh, Devon és a nő felé, hogy próbálok közelében lenni, és akkor ténylegesen um, indirekt módon rágyomulni. Uh -huh. Hát ugye kiderül az is, hogy ugye a jogért és igazságért alapítvány távol tartja magát a politikától, de ahogy a Gergő is elmondta itt, ugye ez a nőci benne van a felügyelőbizottság, nem tudom micsodában, az alapítvány Ügy ügyintéző bizottságában. bizottságában. És egyébként, na akkor egy, egy másodperc, akkor hagyj térjek ki arra, hogy miért, miért, éreztem ezt a részt egy kicsit erősebbnek, vagy, vagy ebben a maga valóságában, ebben a Night Rider millióban tényleg jónak, mert sok olyan történés volt benne, amire, amire hirtelen fölkaptam a fejem, például amikor megjel először benne volt kitben, akkor, akkor nem, nem, tudja, hogy mi ez az autó. És föl is, így, így meg is akadtam rajta, hogy de hát azért benne van ebben az alapítványban valamilyen úton, módon, azért ez az alapítványnak egy, talán az egyik legnagyobb projektje, egy, beszélő autó, egy mesterséges intelligencia, és nem tud róla, de később megmagyarázzák. De tudott róla. Igen, ott, ott egy pár jelenettel később, hogy jaj, tényleg Devon mondott valamit. És nekem ezek a... Általában ez nem jelenző a Night Rider-re, hogy ezeket a logikai buktatókat... Ja, ja, hogy, ja, hogy, azt tetszett benne, hogy akkor csak valahogy megmagyarázzák. És általában egy ilyen sorozatban legyen az, nem tudom, Magnum, vagy, vagy bármi hasonló, Miami Vice, mindig vannak óriási nagy logikai amerikai bukfencek, amik nincsenek megmagyarázva. Ebben pedig úgy, úgy éreztem, hogy, hogy azért próbálják ezeket el, elkötni, elvarni ezeket a szálakat a nézők számára is. Nekem ez így, nekem ez így rendben volt. Tehát nekem ez nem volt gondom, mert hogy azért, tehát hogy tudott az autóról azért végül is, csak hát ilyen részletesen nem tudta gondolni, az meg azért, mert arra titkos volt a projekt, tehát. És hát már megbeszéltük, hogy Night Rider világában az nem egy nagy cucc, ha van egy beszélő autó. Ennyi. Tehát, hogy ez meg kicsit meglepődünk, meg elcsodálkozunk. Bár azért ezért érdekes, hogy amikor ugye Megi-nek elég gyorsan felfedik ugye kittet, viszont ugye amikor megint titkárnője ül először be az autóba, akkor ő nem elég VIP, mert ő csak ugye azt a választ kapja először, hogy ez a, mi ez a sok világító bigyó a kocsiban, akkor ugye Michael az, azt, hogy ez egy beépített számítógépes ketyere, amivel a büntetéseket úzhatja meg. <laughs> Tehát, hogy ő azért nem kapja meg először a választ, aztán persze később majd ő is megkapja, hogy ez egy csoda autó mert hát meg kell elszórakoztatnia őt. De senkinek nem az, amikor kit megszólal, senkinek nem az az első gondolata, hogy valaki rádión beszél, vagy valami telekommunikációs hálózaton összekötetésben van, hanem mindig az az első, hogy, hogy, a, tehát, hogy a kocsi beszél. Hát ha annyira meglepődnék egy beszélőkocsinak, akkor az, hogy először inkább azt gondolnám, hogy ez valami... Tehát valakivel beszél a központban, kedves Michael? Jó, csak most 49 perces rész, most gondolj bele, hogy ma most minden embernek ugye leesne az áll, a szívramot kapna háromszor, tehát elmenne azzal az egész... Jó, még, még szeretnék az érzésekkel kapcsolatban mondani, mert tovább haladunk, mert aztán teljesen el fogunk ettől, ettől térni. Abban a jelenetben ö, ugye tulajdonképpen le, leszídja... Michael a kitett, ha vagy, 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 hogy is van az a, az a jelenet ott a, a, abban az egész jelenetben, most nem tudom felidézni, megmondom őszintén, de azt akarom vele mondani, hogy ott egy kicsit elszégyeli magát a kit, és ez a ritka alkalma. Amikor a telefonszámot elmondja? Tessék? Arra gondolsz? amikor a randiát a Devon úgy tudja lemondani, hogy a telefonszámát el... Ja, igen, ö, igen, igen, Devon igen, köszönöm, az, az, igen. Tehát itt arról szól, akkor csak, hogy várj, hogy a nézők, ér, a nézők értsék, tehát ugye a ugye Devon közli michael lel hogy most meg kell védnened ugye megít. és hát Michael mondja, hogy ez nem fog menni, mert neki randia van, és Devon közli, hogy hát én az bizony már lemondtam és hát ugye Michael úgy baromi gyorsan összerakja, hogy kit volt az, aki megadta Sabrina telefonszámát Devonnak, és hát ezért ugye szóvá teszik ki. És nagyon ritka, hogy kit szenzorát nem, nem, a megszokott módon látjuk így balról jobbra, bal, balról jobbra, jobbra balra, nem tudom azt, hogy mondják, itt susú, susú, és... Cikázni. Igen, cikázni, hanem, hanem itt egy irányba megy, kétszer egy irányba megy, még egyszer, ami ami egy ilyen, ilyen ö, ö, szóval én a, a rendezést ezért tartom jónak, mert ez rendezői koncepció, hogy, hogy lesütötte a szemét egy kicsit tehát, hogy ilyen, ez a mm, tudjátok, ez a, ez a cica összegubozódik, igen, minden, ez, tehát, a, hogy... ez a jó hát én voltam, tudod, ezért tehát, hogy, 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 hogy így adott neki érzelmet ezzel a szenzornak a, a, a máshogy villogtatásával ö, a rendező a kitnek és én ezért kötöm... Az, hogy Kit nem szólalt meg. Igen, és én ezért kötöm ezt az egészet így az érzelmekhez, mert hogy itt egy kicsit többet kaptunk belőle, és egy ilyen nagyon apróság, nagyon nüansznyi dolog volt a, ez, viszont, viszont szerintem egy ilyen újabb személyiség morzsát kapott ezzel, újabb érzelmeket úgymond kapott ezzel itt számomra, a néző számára. Hát, hmm. de megdöbbentesz. Most, hogyha azt veszük, igen, tehát ez, ez, ez egy valid álláspont így a részt illetően, mert pont amikor a... Jane az asszisztense megint ugye beül a kocsiba, kit elkezd vele beszélgetni, és megpróbál információt kicsalni tőle a tervezőiről, akik ugyanarra az egyetemre jártak. Stanford. Stanfordra. És van még egy olyan beszólása Michaelnek, pont a ketyerés ö, résznél, amikor leketyerézi, hogy legközelebb fordulj hozzám, én pontosan tudom, hogy ki vagyok. Tehát igazából kit így végig magát exponálja és próbálja jobban megérteni körülbelül. Hát meg a saját becsületét, hogy én azért nem egy ketyere vagyok, ha te nem tudod elmondani, hogy én ki vagyok, mi vagyok, akkor majd én megoldom, köszönöm, mert én tisztában vagyok ezekkel a dolgokkal, ha te ezt nem tudod megcsinálni, vagy nem akarod. Mert ugye utána a funkcióival kapcsolatban ugye megivel is van egy ilyen hasonló beszélgetése, hogy ő tökéletesen tisztában van azzal, hogy ki kicsoda, meg micsoda. De én visszatérve még az előzőről, hogy Ádám, hogy ezt mondtad, ezt hogy a szenzor hogy ment, és hogy ezt én is felírtam, de én megmondom őszintén, én fel sem mertem hozni, mert azt hittem, hogy leoltasz, és ez egy jó érzés, hogy... De haladjunk a történettel is, ugye, mert hogy itt azért nyomozás is van, tehát hogy, ahogy mondtad, egy, egy kis krimit kapunk, ugye, mert hogy a kit azért nagyon akt, tehát kit most azért sokkal önállóbb, mint amilyen szokott lenni, mert ugye az autónak, annak a bizonyos autónak, amit üldöznek, ugye rendszámáról szépen kideríti, ez egy kölcsönzött autó, és ugye Michael itt már rögtön fel is adna egy basszuskús, de ugye kit magától rögtön kinyomoz, illetve kiderítette, hogy egy Brian Ovendorf nevű úriembernek a hitelkártyájával fizették ezt az autót. Tehát kit itt önállósulva nyomoz egy kicsit. Úgy, hogy ráadásul ebben a részben nem érzi, érzi úgy a kedves tévénéző, hogy a Michael-nál csak egy biodészlet ebben a ebben az egészben, mert hogy a Michael is, is, végre kiszáll abból a nyavajás autóból, és, és ő, ő, is saját jogon ott bizony elég kemény dolgokat csinál, ugye meg tudjuk, hogy én nem tudtam eddig, hogy ő kommandós volt, hát vietnámi veterán, így szokták emlegetni, meg ezt meg tudjuk, hogy zsaru volt Michael Long, de hogy, de hogy egy kommandós is volt, és egy egészen új szintbe helyezte nekem ezt a Night Rider-t, egy ilyen annál menő, még menőbb csávónak láttam Michael-t, mint a így megyek a kapitóliumba be, úgy a szokásos menésével, hanem, hanem hogy tényleg ez, ez egy, ez, egy, olyan pasas, aki bizony kimászik a, a kocsi tetején, föl egy bizony egy, egy helikopterre, ott leveri az embereket, miután pont akkor a víz fölé érnek, természetesen, nagyon látványosan. Itt meg volt a balans, meg volt az egyensúly mindenki, szerintem nagyon jó Hozzátette a magáét. Igen, igen, így állt össze, nem volt ennyire eltolva a balansz, mint általában el van tolva a balansz. És hát az akciójelenetek csodálatosak voltak. Igen. Robbanások, helikopterek, minden volt. De Brian Oberdorf vagy overdorf volt meg egy ilyen képi megjelenítéses ö, poén is, hogy amikor kit oda szorítja a kocsival, akar mondani a tagot a falhoz, a háttérben megjelenik egy felirat, hogy do not lean objects on the wall, tehát hogy ne támaszunk tárgyakat a falnak. Az, az, Igen, az... azt én is láttam. És tegyük hozzá, pont ebben a részben, mert ugye azt a kedves hallgatóknak is, tehát hogy ugye meglátogatják ugye ezt a Brian Oberdorfot, akiről amúgy kiderül, hogy ő nem lehet a, a úgymond az elkövető, mert hogy ő meginek az egyik legrégebbi támogatója és szövetségese, tehát ez nem stimmel, de Michael azért meglátogatja, és hát ő elég rosszul indít, és ugye Brian gyanakszik rá, hogy akkor ő is biztos egy terrorista, és ugye elmenekül előled, aztán végig is elkapja, és hogy a Dani mondja, odaszorítja a De közben, hogy Jane, ugye az a bizonyos titkárnő, megint titkárnője a kocsiban ül, és ahogy mondja neki a kit, hogy figyelje a monitort, mert ugye kit üldözőbe veszi, és egy olyan <laughs> csodálatos Commodore 64-re hajozó fantasztikus grafikával mutatják, hogy a, én le is csináltam is egy fotóképet, hogy ott van kit szépen megrajzolva egy ilyen felülnézetes kis városkában, és akkor van a piros bácsi, az a csúnya, és van a zöld bácsi, meg a jó bácsi, és ez fantasztikus, és nyomon követheti a kis képernyőn is, hogy konkrétan hozzalik az üldözés. esetre Briannek ellopták, a, betörtek az irodába, és ellopták a hitelkártyáját, és akkor kiderül, hogy ő nem lehetett. A lényeg az, mivel már haladunk a műsor vége felé, mert elérzelmeskedtem ezt a részt, de a lényeg az, hogy végül is Devon úgy dönt, hiszen már ez elhangzott, hogy meg kell szabadítani a michael t a megitől, hiszen addig nem tud nyomozni, amíg testőrködik, ezért el elcsajja, elviszi az alapítványnak egy ilyen. Camp david tartott ilyen, hát ilyen vidéki helyszínen tartott ilyen, minek mondja, Jamboriára, nagyon fontos banzáj. banzájára. Ott betámadják őket ezek a terrorista bácsik a gonosz szenátor megbízásából, hogy ne érjen vissza ugye erre a szavazásra. Itt van egy ilyen kis politikai machináció, teljesen mindegy, megtartjuk most a szavazást, amíg a megint nincs itt, mert hogy akkor ugye átmegy Pedig a javaslat. Egy hónap lenne csak esedékes, egy hónap múlva Igen, esedékes. Igen, ez kb. minden politikai témájú amerikai filmben megjelenik ez a, ez a dolog. Oda akar, oda megy a, a Michael, oda siet ezzel a titkárnővel, a Kittel, és van benne egy jelenet, ez a, ez a logikai, egyetlen olyan logikai bookfence nekem, ami nem feküdt, hogy közben, hogy ne tudják elérni őket ezen a vidéki kúrián, ezért elvágják a telefonvonalat, a, ahol a Michael és a csaj van, gondolom, az a csajnak a lakása, háza, és... Nem ott vágják el, hanem ami a. Hát a, valahol az elvágják, és nem lesz azért telefonvonal, a nem tó, tudják a, hívni. Ahhoz a, a helyhez, ahol az alapítványos van. ez azt mutatják is. Ez egy, egy nagy oszlop, tehát ott, ott vannak az alapítványnak a hobbit, az a van, kék tó, azt hiszem ott vannak, és akkor ott van egy telefonpózna közelbe, és odamásznak föl, és vágják jó, el Ez el. jogos, mert, mert én azt, azt akartam pont felhozni, hogy a milyen hülyesség, hogy akkor miért nem a kit telefonál. Nem, nem, azért, mert, mert, mert maga. Bemenőjelet nyírták ki, igaz, ott a közelben, okay. ott gizdáztak. fogadom. De ha már, ha már itt hibákra mentünk, itt van egy magyar ö, vonatkozású hiba is, mert ugye Devon azzal a szöveggel csalja meg itt, hogy ez a lekeri professzor nem ér rá ezt a uh -huh. hatalmas zsemburit megnyitni, de aztán a professzor ugye ott lesz, és lekeri professzornak teljesen, mindegy, hogy ott van, Versényi László ugyanúgy a hangja, mint Kitnek. Tehát felhasználták még egyszer Versényi László, csak ugye ő nem volt elgépesítve. De nem azt a, két fel. mondatot, azt, hát én, azt a két mondatot ugyanúgy a versényi László mondta el. Csodálatos. Köszönöm, hát igen. Hát Viszont a, a mondtad, hogy nagyon jó akciójelenetek vannak, és ugye eltorlaszolják ezek a gonosz banditák, vagy terroristák, ugye eltorlaszolják az oda vezető utat, de hát ugye itt a turbóvúsztal, amit mi nem mindig értünk, hogy most az főfele megy, vagy előre, most főfele kellett mennie. Ö, és ott azért az akciójeleneteknél nagyon baba volt, mert az a transzem ugye, amiatt repült, Azért, amikor most kikockáztam, ott nagyon durván sérült a motorháza az elején. Tehát ott <laughs> nagyon igen, meghajolt. Nem nagyon kellett lifegett. Igen, igen de azért megnéztem, utána ott nagyon durván lifegett, azért az komoly volt. Igen, de szerintem nem ez. Tehát most az, hogy most ugrat, tehát az menő, amikor a kit ugrat, de általában az van, hogy, hogy van vannak a jelentek, amikor bekerül a kit egy ilyen nagy pusztára, mint egy lőtér, és akkor, akkor össze-vissza lövik, ő meg jobbra balra cikázik, mintha nem Most lenne kiporgésgátló azon az autón. Most is volt ez, viszont nem volt annyira túl Teh Tehát Volt más akció is. Jött helikopter, voltak nagyon-nagyon jó robbanások. Öm, nem, nem, volt túl az, hogy mi lesz, ha minket eltalál, eltalált egyszer, vagy legalábbis a, a történet cselekménye szerint egy ilyen kis rakéta, a kittet, jó, hát akkor most már tudjuk, hogy mi lesz, Ez is semmi. Igen, tehát, hogy, hogy, nem voltak ezek, ezek annyira túlhúzva, túltolva, volt, volt fölépített akció, tehát, hogy a... a, a Jók nem is az tudom, az melyik... tulajdonképpen. De, de volt bennük hiba. És még pedig olyan hiba, hogy a, ugye visszafele, amikor már ugye így sikerült kiszabadítani, és akkor vissza kell érni gyorsan a szenátusba, ugye a kapitólimba, hogy a szavazásra visszaérjen, akkor az üldözésben, akkor offroadban nyomják, ugye kitték, akkor meg aktiválja a porfelhőben a füstöt. A szoká... Viszont itt egy, egy rossz vágás volt, és ez egy hiba, mert rossz a, 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 peng nevű gombot nyomja meg. És a, a peng a gomb mellett még látható egy paux, illetve egy pint gomb is. És ez valószínűleg egy vágási hiba, mert ezek a gombok sosincsenek meg, tehát nem használják máskor, is, meg sincs magyarázva, és nem is tiszta a jelentésük. De én olvastam egy feltételezés, ami szerint a peng az a power engine-nek a rövidítése, ugye P engine, és abból jön ki a peng. A pind, ami, bocsánat, a, 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 a Pauks, az pedig a power auxiliary, annak a rövidítés, hogy a p aux és a pindről pedig még ötlet sincs. És még látható hogy egy Test 2 gomb is. De, hogy ezt többet nem fogjuk látni. Csak most itt valószínűleg vágási hibából. De ez csak így érdekességképpen. És akkor senkit nem érdekelt. Köszönjük szépen. Azon gondolkoztam, hogy ebben a részben még van egy olyan jelenet is, csak az nem tudom, hogy ez amikor Michael meg akar nyomni egy gombot, és csak kinyúl a kezével, oldalról lehetjük az autót, és úgy nyom meg a jobb szélen egy gombot talán. És euh, én arról azt euh, tudom, hogy az igazából egy olyan rész, hogy Michaelnek akkor magának a Hasselhoffnak fogalma nem volt arról, hogy melyik gomb micsoda. <laughs> nem csodálom. És ő csak ott úgy megnyomott valamit, és euh, így történt euh, a következő lépés, tehát mondjuk a turbó boost, vagy a... Nem lehet, hogy ez a turbó boostos rész, amit mondasz. Csak én máshogy olvastam. Hm. Mindig egy dolog magyarázatot meg nekem, ugye ez a helikopteres rész, mert ugye a helikopter is üldözik őket. Michael ugye most ugye, hogy mondtad, balanszban van, hogy nem csak a kitta hős, hanem ő fölmászik, és akkor a víz fölött kipattintja a két sávot helikopterből, majd a helikoptert visszavezeti és visszamászik. De hogy az, az nekem viszont nagyon logikai zsákutca, hogy ő vissza ő megy kit fölé a helikopterrel, és a helikopter kit fölött van tartva úgy, hogy ő már mászik lefele, majd amint beugrik a kocsiba, a helikopter azonnal kontrollálatlanul neki ö, lezuhan. Tehát, hogy addig miért nem? Tudom, hogy ez kötözködés, csak ez annyira... Mert addig tartotta ott a botkormányt. Az mindegy, hogy egyébként a helikoptereket nem csak botkormányon, hanem pedállal is vezetik, de semmi gond, mert ő kommandós volt. Meg, én ez így, elfogadom. Oké, okay. és amúgy, ami nagyon tetszett még itt, hogy Megi konkrétan élvezte ezt a annyira jó fel volt az öreg lány, ez tetszett. Tehát egy csomó mindig be vannak, ugye, túrobózó, úristen, úristen, éve? és ő meg tökre élvezte. Nekem ezzel az egésszel a fő problémám mindössze annyi volt a cselekmény szempontjából, hogy az volt itt a lényeg, kedves hallgatók, hogy neki időre kell visszaérnie erre a szavazásra, és ez, ez, tehát ez, a, ez az akció jelent, ez feltartotta abban őket, hogy visszaérjenek. Igen. És közben ott volt a helikopter, értem, hogy kit baromira gyors, de nem lett volna egyszerűbb átszállni a helikopterbe, helikopterrel elvinni, hiszen később-később a, a Devonék is oda tudtak repülni, és oda a addigra. Igen, szóval, hogy hogy talán egyszerűbb lett volna helikopterrel menni, de teljesen mindegy. Ez a kapitolommal kapcsolatban ahol siettünk nagyon. Ugye én érdekeseket vettem, hogy ott láttam egy, egy nukleáris sugárzás veszélyelet az ajtó fölött, és ez azért volt, mert az egy, és oda is volt írva, hogy Fallout Shelter, ugye ez az óvóhely, és az érdek érdeke, csak hogy elmondom, hogy a Polgármi Védelmi Hivatal eredetleg ez a sugárzásra figyelmeztető szimbólumot, ugye sárga háttéren, három bíbor penge, közepén bíborvörös vörös körrel ezt tervezte használni, és aztán ezt elvetették ezt az ötletet, mert hogy az óvóhely az ugye biztonságot kéne, hogy sugaljon, még a sugárzás veszélyre figyelmeztető szimbólum veszélyt jelent, és ezért kicserélték erre a fajtára. Tehát amúgy ez nem így nézett volna ki. Jó, hát végül is visszajutatta megé, nem árulunk el nagy titkot ezzel, és bizony felszólalt, és hát megoldotta, megoldotta ezt a dolgot, és elmentek megünnepelni ezt a Devon a Michael és a Bonnie, persze a megi nélkül, hiszen megi valahova el kellett, hogy utazzon ezzel kapcsolatban, ez nem teljesen volt világos. És az nagyon tetszett, hogy akit ugye mondják, hogy majd gondolunk rá, vagy önre az asztalnál, és közben mondja akit, hogy én meg majd a parkolóban várakozom. Aha. Az nagyon és tetszett. meg is volt. Meg is oldja saját maga parkolását. És, és, mindenképpen szeretném még elmondani azt a dolgot, ami egyébként minden részre jellemző, nekem nagyon tetszik, hogy az amerikai filmek, sorozatok, főleg amiket a 90-es években szinkronizáltak, azok sorra elcseszik azt, hogy kitegeződik kivel, mikor, ugye mert az angolban már, ha keresztneveden hívod, az tulajdonképpen egy tegező formula, de hát ez nem mindig működik azért a, a, a szinkronban, meg a magyar nyelvben nem mindig lehet ezt evidenciával átfordítani olyankor tegezésre, de nekem az nagyon-nagyon tetszik, ahogy a, a, Devon és a Michael beszél, ez a megérkező, szevasz! Szóval Igen. ez a még tiszteletteljes, de mégis nagyon laza, és ez nekem nagyon-nagyon tetszik a Night Rider-be, hogy, 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 azt gondolom, hogy, hogy ez egy mászli, hogy a Michael és a Devonnak a viszonyát azt nem tegezésre, vagy nem magázásra, fordították, hanem, hanem nem is fordították. Az első részben, ugye a nulladik részben mi magázódnak, de ugye utána mi feltételeztük, hogy már volt egy-két balhé, köz, nem egy-két cucca, amit, ugye, ügy, amit elintéztek, és úgy ugrunk bele az első részbe effektíve, és ez nagyon jót tesz neki, ahogy mondod, igen, énnek én is örülök, hogy, hogy van egy, egy tisztelet, de azért pikírtek is egymással, de ez így nagyon jól, nagyon jól átjön, és én nagyon szeretem, amikor a szinkronban ezzel, mert ezzel nagyon jól tudnak játszani, ez például most ezt tökre nem ideig, de például a a Dr. House-ban is, a, a KD és a House között is ezzel nagyon sokszor jól játszottak. De tudnám mondani a Star Trek Voyager-nek a Na hát Eredeti szinkronját, amiben szintén a Janeway kapitány és a csekoték közötti viszonyban a tegezés és a magázás nagyon jól megvan oldva. Sok, sok helyen amúgy jól csinálják, de, de sok helyen sajnos Azt nem. Azt észrevettétek egyébként, hogy Michael rendetlen, mert amikor megi kiszáll a kocsiból, a kitből, ahogy a kapitól előtt befordul, akkor a mögötte a földön az ülésen nejlon zacskók vannak, meg <laughs> Mike nagyon rendetlen csávó. Hát és <laughs> él. Igen és Devon, és Devon ráadásul azért itt most, itt most kimozdult legalább az asztal mögül. Ez nagyon jó volt, tehát akció voltak. Tudom, hogy lesz még később is a aktív részvevője lesz a, 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 az egész résznek volt majd hogy terroristák őket foggyul ejtik, és mindenféle hasonló, de ez nekem nagyon tetszett, hogy végre aktív részeseivé vált a résznek, és nem csak egy képernyőn keresztül. Látjuk. Ki jött a komfortzónájából. Hát azt nem tudom, hogy ő neki mennyire jött ki a komfortzónájából, szerintem ő olyan, mint őfelsége, titkos el Szóval szerintem Devonnak vannak rejtett tartalék, Egy Devon előzmény, eredett történet, azt szerintem sok meglepetést. Igazságot Devonnak de is? Ha már. De van akkor Higgins, tehát így kicsit hasonlítanak. Igen, abszolút. Aki ugye végül is, szerintem a Higgins az nem is a Higgins, hanem a Masters azt hiszem, vagy Masters, vagy hogy hívták ott a, a, a gazdag embert, szerintem az valójában ő volt, csak mármint, hogy a alig szerint úgy értem, uh -huh. hogy nekem az mindig meggyőződésem volt a Magnumban, hogy hogy ő a, a... Hogy a... Higgins a Robin Masters. Robin Masters, azaz, köszönöm. Az, 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 az igen, Apollo és a zeus -a. Ha már felhoztátok a Magnumot, akkor azt azért, hogy megjegyzem, hogy ugye a Megit alakító színész, ugye Carol Cook, illetve az a Dixon, az a egyik rossz képviselő, az a Robert Samson, mind a ketten szerepeltek Magnumban. A carol felejtsük el, a carol felejtsük el, ő, ő, nagyon rosszul játszott. Akkor is volt a Magnumban, most örüljük A Nancy Lee is volt, a Jane Adams az asszisztense. Záró gondolatok, így a műsor végén, kedves gyerekek! Mit mondanátok el erről a filmről, vagy erről a részről, amit nem igazán sikerült részletekbe menően ki tárgyalnunk, de szerintem nagyon fontos aspektusairól beszéltünk itt a, a karakterfejlődéseknek? Ez egy jó rész volt? Szerintem is jó rész volt. Volt egy alternatív plotja is egyébként, hogy a Kitett be akarták állítani egy ilyen republikánus párti bigott karakteri, aki folyamatosan vitatkozik a Maggie Flynn szenátor hiszen ő demokrata, és ez annyiban lett ugye összegezve a filmnek, a sorozatnak a végén, hogy kittel kezd sorolni politikai irányzatokat, hogy miről lenne jó társalogni. És hogy egy kicsit így ezzel zanzásították, hogy ha már nem lehetett egy ilyen íve az egész De legalább nem foglalta kitállást. Csak elmondta, hogy ezek is vannak. De Igen. én szerintem két nem republikánus lenne. Szerintem szóval sem szerintem ott sem, ott is áll, szerint szerintem a láb. Szerintem sem. Igen. Az egész sorozat libernyák demokratizmust. A, a, a hagyatlan elérként. nyugat meg az egész. Igen. Tehát abszolút Igen. én is így gondolom. Nagyon-nagyon idegen lenne, még ha fekete akkor is. Tehát nem. Cserébe. <laughs> cserébe megkaptuk az érzelmeit. Igen. Hát, kedves hallgatók, ti meg cserébe megkaptátok ezt a mai műsort. Viszont ez volt az utolsó alkalom, a Parallax is helyi jelentkezett ez a podcast. Ugyanis augusztus 28-án a 8. évaddal az 51-es Bolygó című filmmel visszatér tudományos és fantasztikus műsorunk. Ezzel egyetemben pedig a Hello Party mostantól a hónap 4. péntekjén jelentkezik majd legközelebb augusztus 30-án az Egy Csepp Vizet Se című rész kibeszélésével. Akkor Gizur Gergő és Dankó Dani mellett immáron Melon Attila vár majd titeket a műsorban. Tartsatok akkor is velünk fogadásokat arra, hogy a szegény Dani miképp jut majd szóhoz Gergő és Dani mellett, ezt kommentekben várjuk csináltam egy ideig a Szomszédok podcastet, szóval kedves Dani, együtt érzek veled. Ne felejtjétek, hogy nagyon hálásak vagyunk a támogatásatokért is, konkrétan a létünk függ tőle, úgyhogy patreon.com per parallax is, és nem csak premier előtte hallgatjátok a legtöbb műsorunkat, a parallax podcast hosszabb és jobb változatát is megkapjátok, és hamarosan kizárólag számotokra érhető majd el a Bud Spencer Terence Hill podcastünk is. Munkatársaim nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, hogy ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.